Kátót. Visszább kellett lépnie ezúttal neki is a labdáért. Aztán egy tértelelő indítás. Kis Levente került előre. Jelzi az asszisztens, hogy szabálytalanság történt. És mivel ez a 16-oson belül volt, ezért az első fél óra végén büntetővel következhet majd a vendégcsapat. Vendégcsapat hazai. A vendégek szabálytalankodtak. És úgy tűnik, hogy Popovics és Nagy Torma beszélik meg majd egymás között, hogy melyik őjük rúgja el a büntetőt. Popovics lesz, úgy tűnik, az ítélet végrehajtó. A tékvezető mindenkit kizavar a 16-oson belülről. Popovics készülődik tehát. Popovics Marcell könnyedén bevágja, a 31. perc végén 2-0-ra vezet a Bordány. A 21 esztendős játékosnak pedig ez a 13. gólja ebben a szezonban. Egész sokáig jól tartotta magát a zsombói csapat, most viszont 4 perc alatt 2 góllal terhelték a hálójukat a bordányiak. 2-0.